szezon végeztével kézilabda csapataink is megkapták érmeiket. Az NB1B-ből 100%-os teljesítménnyel feljutó férfi együttesünk a női csapat Békés Csaba elleni utolsó bajnoki mérkőzésének szünetében kapta meg az aranyérmét, míg Elek Gábor tanítványai a magabiztosan megnyert meccs végén vették át az ezüstérmüket. Nagyon fura így utólag megkapni, mert ezeken az érzelmeken szerintem már túl vagyunk. Még az Újváros volt az, ami így megrendíthetett volna ezt, vagy hogyha ott rosszabbul alakulnak a dolgaink, de szerintem ezt már valamilyen szinten lezártuk, hogy azért fura most, hogy ez itt lóg a nyakunkban. Azért mégiscsak szépen csillog, hiszen volt egy magyar kupa győzelem is, tehát azért mondhatjuk, hogy szép szezon zártunk. Igen, az kicsit azért könnyít a szívünkön, de tisztában vagyunk itt a dolgok realitásával, és azért az aranyért azért ennél jóval többet kell tenni. Nagyszerű érzés most, mert szerintem elkezdtük elhinni, én is, meg a csapat is, hogy csináltunk egy 100%-os bajnokságot, meg volt az ünneplés is, innentől jöhet a pihenő, fantasztikus érzés. Ez az érem, ez hol helyezkedik el a karrieredben? Mindenképp az első helyen, tehát ez egy álom, ami megvalósult. Úgy gondolom, hogy mindenki ezért kezdi el a kézilabdát, hogy bajnokságokat nyerjenek. Nekem ez sikerült 100%-kal, úgyhogy nagyon elégedett vagyok.